Kemény hőhullámokat, meleg rekordokat hoz az idei nyár is. A kánikula pedig nem csak az emberek, de az állatok szervezetét is megviseli. Jól lehet, az állatok tudják, hogy mit kell tenniük a forróságban, ennek körülményeit a gazdáiknak kell megteremteni. Az állatok általában tudják, hogy mikor mit kell csinálni. Azt is sejtik, hogy amikor a hőmérséklet 30 fok fölé kúszik, akkor délben el kell menni delelni. A lehetőséget viszont nekünk kell megadni, hogy tudjanak hova elbújni a meleg és a nap elől. Itt mögöttem az óvodás szekció van. Ők annyira fiatalok, hogy őket fixen egész nap megpróbáljuk árnyékban tartani. Az egészséges állatoknak nem jelent óriási problémát ez a hőmérséklet. Régen is voltak ilyen melegek. Tudják, hogy mikor mit kell csinálniuk. Tényleg korán reggel esznek, utána elmennek pihenni, délben delelnek, szó szerint beállnak az árnyékba. Isten igazából a lovak elsősorban éjszaka legelnek, mert akkor van jó idő. Gyakorlatilag ugyanúgy élnek ebben a hőségben, mint mi emberek. Fontos, hogy az állatok etetését osszuk meg, ne egyszerre kapják meg a napi adagjukat, hanem 2-3 részletben. Az itatójukat is naponta többször kell feltölteni úgy, hogy előtte kimossuk az edényt, mivel a nagy melegben könnyen algásodik a vizük. Nagyon fontos, hogy a kaját próbáljuk, a napi kajaadagot szétosztani, és folyamatosan adjuk, nem egyszerre adjuk nekik oda mondjuk az ablakot, hanem akár három felé is szétszedjük egy nap. Nagyon fontos, hogy az etetés idején is megpróbáljuk, hogy árnyékban maradjanak, és minél kisebb az állat, annál jobban figyelünk rá, minél kisebb és minél fiatalabb. Elő vannak a kulancsírtóink, a most kikelt tyúkocskák, őket is igyekszünk folyamatosan árnyékban tartani, és nyilván vannak felnőtt állataink, ők már maguk dönthetik el, hogy mit csinálnak, de általában dél és kettő közt ők is keresik az árnyékos helyeket. A házi kisállatokról is gondoskodni kell a nagy melegben. Sétálni tilos velük a nap legmelegebb óráiban. Lehet, hogy a levegő hőmérséklete csak 30 fok, de a beton, aszfalt 50 fokosra is felforrósodhat, egyszerűen megégeti a kutyák talpát. Elsősorban nagyon fontos az, hogy ne tegyük ki őket nagy melegnek, szóval sétálni például nem fogjuk őket elvinni 36 fokba, mert a beton megégetheti a talpukat. Inkább akkor árnyékban maradunk, locsoljuk őket egy kis vízzel, esetleg a tappancsukat egy kicsit bevizezzük. Mindenképpen gondoskodunk a víznek a pótlásáról napközben, illetve nem csak egyszer etetjük meg őket, hanem naponta többször is, hogy folyamatosan tápanyaghoz jussanak. Kimossuk a vizes edényt mindenképpen, és hideg vizet kínálunk nekik, nem a napon tároljuk a vizet, mert senki nem szeretne meleg vizet inni 36 fokban, illetve a napi adagot az élelem terén pedig szétosztjuk, hogy többször kapjanak az állatok táplálékot. Nem csak a nagy meleg, hanem az ilyenkor megjelenő rovarok, szúnyogok, kullancsok is komoly veszélyt jelenthetnek házi kedvenceinkre nézve. Ez ellen rovarriasztó sprével védekezhetünk, de az állatkereskedésekben kaphatók cseppformájú riasztók és nyakörvek is. Ez utóbbit viszont havonta cserélni kell.